24. alkalommal szerveztek rövidfilmfesztivált Marosvásárhelyen. Az Alternatív Fesztivál esti programjain idén is megtelt a kultúrpalota. Izlandi dán koprodukció nyerte az Alternatív Rövidfilmfesztivál 24. kiadását, jelentették be szombaton este a kultúrpalota nagytermének színpadán. A zsűri Gomundur Árnár Gomundson Artun című alkotását 45 versenyfilm közül választotta ki. A válogatás jó volt, mert volt egy pár nagyon érdekes, nagyon jól elkészített film, tehát nem volt gondunk azzal, hogy megtaláljuk azokat a filmeket, amelyek közül kiválasztottuk a nyerteseket, de számomra nem volt olyan film, ami nagy meglepetést hozzon és kiemelkedjen a többi közül. Esténként a nagyjáték filmeké volt a főszerep a fesztiválon, az idei felhozatal az 56-os évfordulóhoz is kapcsolódott. A friss alkotások mellett olyan klasszikusokat láthatott a közönség, mint a Szerelem vagy a Hannibál tanár úr. Külön öröm volt számunkra Hannibál tanár úr, amelyiknek a főszerepét az a Szabó Ernő játssza, aki ebben az épületben, ahol most beszélgetünk, pontosan 70 évvel ezelőtt a Székely Színház egyik alapítója volt és első főrendezője a színháznak, úgyhogy ez érzelmileg is köt minket. A fesztiválon magyar alkotók filmjei is a nyertesek között voltak. Bucsi Réka Love című alkotása a zsűri külön díját kapta. Marosvásárhelyi város díját pedig Olá Kata En Passant című filmje nyerte.